Ausztria. Történelme szorosan összefonódik Magyarországéval. Az osztrák-magyar monarchia az első világháború elvesztése után a területén élő etnikumok nemzetállami törekvései miatt felbomlott. Burgenland ekkor lett Ausztria része, a területén élő mintegy 15-20 ezer magyarral együtt. Vajon mennyi maradt belőlük mára? És mit gondolnak a magyarságukról? Alsóőrön járunk, ez a burgenlandi magyarság egyik központja. A vasárnapi miseit két nyelven folyik. Úgy mindig is mindenütt hálát adjunk néken. Für alle die Hilfsbedürftigen pflegen und betreuen. Wir bitten dich, a tortákat ennyike nem csinálni. Fogunk is. Fogunk. Tulajdonképpen ez most milyen mise volt? Ez magyar mise, vagy ez a német mise? Hogy van itt a rendszer? Magyar mise. Igen. Csak hát úgy, mivel vannak sok német ajkúak is, most azért kicsit mámon kevesen voltak. Sajnos. Ittek mámok, olyan kevesen voltak. Első hallásra a helyi nyelvjárást egy kívülállónak nem mindig könnyű megérteni. Talán használunk még olyan szavakat, mi még 400 éve voltak használatban Magyarországon is, de mi nálunk megmaradtak, mert mik nem vettek át azt a szavakat, ami hát a fejlődést, ami Magyarországon a nyelvterületen történt. Itt elsősorban magyarul és németül beszélünk, és előbb csak magyarul lett beszélve, mikor én gyerek voltam, és most németül. Még magyarul. Mert mi máshogyan beszélünk is magyarul, nem? Még nem olyan szépen tudunk beszélni, mint a magyarok, ja? Egész más dialekt van nekünk benne, nem? Én 64-es vagyok, hogy ez az utolsó generáció, hogy otthon a több generációk egymással magyarul beszélnek. Az utolsó? Igen, ja. Úgy még az én barátnőmmel még magyarul beszélünk, mert az ő lánya már a barátnőivel minden négyi alsőri, azok már németül beszélnek egymással. Az a tájszólás, az ki fog halni majd valamikor, mert mondom, a fiatalok nem beszélik, ahogy az idősebbek beszélik a tájszólást. Én apámje magyarul beszélek, hogyha otthon beszélek. Uh-huh. És de valamikor az is véget ért, és akkor, vagy véget fog érni, és akkor... Mindig azt mondják nekem, hogy itt a fiatalok már nem beszélnek magyarul. Ja, ez a mondjuk, ez nagyon érdekes, mert én még az utolsó generáció vagyok, azok mellik még magyar, és benne van az Muttersprache. Mint anyanyelv. Genau, anyanyelv, genau. Az osztrák-magyar monarchia széthullása után a déli magyar lakta területek a szerb-horvát-szlovén királysághoz, a későbbi Jugoszláviához kerültek. Míg Drávaszög és Szlavónia a mai Horvátország része lett, addig Muravidék Szlovéniához került. Milyen most magyarnak lenni ezeken a területeken? Milyen nehézségekkel kell szembenézniük az ott élőknek? A trianoni békeszerződés után hozzávetőlegesen 20-25 ezer magyar élt a Muravidéken. A 2002-es adatok alapján számuk 6200-ra csökkent. A régió központja Muraszombat. 2002-ben a népessége 12 ezer fő volt, ebből 138 vallotta magát magyarnak. Vasárnap van. Zsuzsa, a helyi magyar baráti kör vezetője, bográcsozni készül az unokákkal. A szakács a legidősebb unoka, Benjamin. Ez alatt a kisebbek szlovén nagypapájukkal, Janezzel, odabent tévéznek. Ez a marhahús. Ma készülünk egy jó muravidéki bogrács. Muravidéki bogrács, és milyen hús van benne? A vadhús, vaddisznó, marhahús és disznóhús. Aha, tehát háromféle hús. Háromféle hús van benne. És ez egy muravidéki recept. Igen. A 60-as, 70-es években rengetegen jöttek ide Muraszombatba magyarok a munka véget. Hát persze, a munkahelyen ott akkor csak szlovénul beszéltek,
otthon például, hogy vegyes házasságba élnek, ott is csak a szlovén nyelvet. Sokan már elfelejtették a magyar nyelvet. Hát én azt nagyon nehézen értem meg, hogy hogy lehet elfelejteni az anyanyelvedet. Azt nem lehet elfelejteni. Nekünk is van népdalcsoportunk, meg hímző szakkörünk van. De minden éven kevesebben vagyunk. 9-en kezdtünk, voltunk 8-an, 7-en, 5-en, most meg csak már 4-en maradtunk. De azért mindig én csak azt mondom, hál' az Istennek, hogy még fölmerünk lépni arra a színpadra, ha bár csak 4-en vagyunk is, de még mindig azért magyarul beszélünk, megtartjuk a hagyományunkat. Mennyire sikerült ezt átadni? Tehát mondtad, hogy a gyerekeid beszélnek. Gyerekeim unokák? Beszélnek. Az itteni unokáim, ezekkel még egy kicsit nehéz. A középső unokám, a Matica, amelyik 18 éves, ő majd mikor iskolába jár, minden nap jön, csak ebédre. Itt van egy fél órát, háromnegyed órát, de már megy is haza. A picike, a Marusa, az még hetente egyszer, meg akkor egy órád van itt, hát az még olyan kevés. És akkor ilyenkor szlovénul beszéltek? Szlovénul beszélünk, mikor együtt vagyunk, még a menyen véget is együtt vagyunk, akkor szlovénul beszélünk, de mikor a fiammal vagyunk, akkor még mindig magyarul beszélünk. Mit jelent neked az, hogy te szlovén vagy? Ez fontos neked? Igen, fontos, de nekem nagyon jó, vagy nagyon passzul, hogy tudok magyarul is beszélni. Kérdezem, hogy a diókot szlovenec? Kérdezem, hogy moi starsi szó szlovenci, szicer je babica pol magyarka, ozirma je magyarka, ampak tu sem se rodil, tu sem odraščal, in zato sem slovenec. És mi van a lábadon? Na nogi imam tetoviran prvi slovenski grb. Miért? Ker sem slovenec. Hogyan változott a horvát-magyar viszony? Tehát milyen volt régen, és milyen most? Erre nagyon nehéz így válaszolni, hogy horvát-magyar viszony, magyar-szerb, vagy horvát-szerb, mert itt nagyon össze vannak keveredve a szálak. Dékány Zsuzsanna 1941-ben született Csúzán, az akkori Magyarország területén. Nyugalmazott matematika tanár, a falu helytörténésze. Itt a baranyai szerbek, a régi szerbek, azok mind tudtak magyarul. Horvátok kevesebben voltak itt Trianon előtt, de hát egymás között nagyon nagy feszültségek voltak mindig, még azt hiszem, hogy most is vannak. Esetleg nem beszélnek róla, de van. Mi lehet ezeknek a feszültségeknek az oka? A szerbek nagyon nehezen viselik el, hogy ők most kisebbség. A szerbek és a horvátok között szerintem mindig is volt és lesz is konfliktus, de ami a magyarokat illeti, itt legalábbis erről a térségről, ha beszélünk, tehát Drávoszög, Kelet-Szlavónia, valahogy így, mint közösség oldalt választottunk, és a horvátok mellé álltunk. A háborúnak egyébként az utórezgései mennyire érezhetők még szerinted? Mennyire lehetett már ezen túllépni? Azért eltelt majdnem 30 év, igen. A hírekben nagyon elég gyakran szerintem mutatják ezt, hogy mit tudom én, 30 éve ez történt, az történt. Az érzésem szerint és az én ízlésem szerint ez egy picit túl sok. Igen, nem szabad elfelejteni, de azért állandóan ezt emlegetni, ez is valahogyan emeli ezt a polaritást a horvátok és magyarok és szerbek között. Anna az Eszéki Egyetem magyar tanszékének vezetője.
maga is vegyes házasságban él. Eszéken vagyunk, az egész család összegyűlt. Az édesapám magyar, édesanyám horvát. Mi magyarnak valljuk magunkat. Érettségig csak horvátul tanultunk. Hát jártunk anyanyelvápolásra háborúig, tehát 12-13 éves korunkig jártunk anyanyelvápolásra, de igazából az... Hát mi az anyanyelvápolás? Hát igen, ez egy egészen különleges dolog, tehát igazából az a rendes neve, hogy magyar nyelv és kultúra. De ezek ilyen nagyon-nagyon alapszinten mennek, és hát persze nálunk ez megszűnt a háborúval, úgyhogy volt egy olyan időszak is, amikor hát úgy nagyon törtük a magyart, és ez... Hát nem úgy beszéltél, mint most mondjuk? Ó, nagyon nem. Nagyon-nagyon nem. Tehát volt egy olyan időszak is, amikor horvátul válaszoltunk. Tehát már a nagyszülőknek is tök magyarul mondták, a apu is magyarul mondta, mi horvátul válaszolt. Ebből a budapesti ösztöndíj hozott benneteket vissza? Igen. Igen. Mi határozta meg azt, hogy ti magyarnak vallottátok magatokat? Mitől függött, hogy mondjuk ezt mondod-e magadról, vagy sem? Hát nem tudom, mindig arra gondolok, hogy ugye az apám az magyarnak vallotta magát, és ezért én is a legkisebb korom óta magyarnak vallottam magam. A szülők hogyan reagáltak, az ön szülei, amikor kiderült, hogy horvát feleséget talált magának? Kevés volt mondjuk a magyar lány, és akkor muszáj volt. És volt valaha a különböző nemzetiségek miatt bármilyen konfliktus a házasságukban? Ugye még mindig együtt vannak, és a felesége meg is tanult magyarul. Nem volt, különben nem én tőlem tanult meg, hanem a gyerekektől. Szerintem a tévét is nézte, aztán azért tud olyan szavakat, amelyeket én nem tudom. Tényleg, most meg már tud lepni, igen, de abszolút. Mi voltunk a motiváció, azt ne felejtsd el, mert okay. Szokta mesélni. Én tőlem két szót, hogyha igen. Megtanult magyarul, az sok. Hát nem beszéltek magyarul. Szabó? Jó napot, itt is van valaki. Az alsóőri Szabó pékségben nagy a forgalom, kisült a kenyér. Tegyél meg két mákos kenyér. Ein großes Brot, Leberaufstrich. Tschüss, schönen Tag noch, papa! Szabóék több mint 30 éve működtetik családi gazdaságukat. Firha mentem, lettek a gyerekek, nem volt senki, aki rájuk vigyázott, aztán akkoriban úgy volt, hogy mindenki sütött maga kenyeret otthon. Aztán akkor utóbb kezdtek, hogy én nekem is süss egyet hozzá, neked is egyet hozzá. Így lett mindig több. Nincs erdő, kicsit gazdagabb vagy. A helyiek idejárnak friss hús és pékáruért. A munkából Julia lánya, Katarina is kiveszi a részét. Négyet mondta. Én itteni vagyok. Alsőri. Én alsőri magyar beszélek. Nem a magyarországi. Vannak üdején, a magyar ajkóak ellene voltak, hogy ide kerüljünk Ausztriához. Aztán valahogy még az benn maradott az öregebbekben. Hogy nem annyira örültek annak, hogy Burgenland Ausztriához került? Hát a magyar ajkóak nem. Mikor én iskolába mentem, azt mondták, ha magyar vagy, akkor menj oda a paradicsomba. Annak idején. Mit jelent az, hogy menjen maga a paradicsomba? Ja, hát a kommunizmusba. Ja, kommunizmusba. Hogyha magyarul akarsz. Ez 220 és 10 euró. Úgy volt akkor. Iskolába künevettek, mert én bekerültem felsőri polgáriba, nem tudtam németül. Aztán a Derdi Das, az volt. Aztán, hogyha fetáltattak a szánkat, künevettek. Azért aztán, főleg a felsőri, akik olyan tudtak németül, azok rosszabbak voltak, mint a német ajkók. A gyerekei még beszélnek magyarul? Hát a lányom hátul Bécsben van, de az unokák Most már olyan korban vannak, hát magasabb iskolák, szóval milyen jól lett volna, hogyha tudnak. Szomszéd, hol kerülsz a fedzébe?
Ja, minden hogyan. Hát én fenzestár vagyok. Na micsoda géped van? Ja. Mindenkinek ilyesmi nincsen? Ja. Még fel is lehet rakni? Ja, hát ezt így megcsináltam. Otthon úgyis csak mindig csak korumpul, mindig csak dolgozik, alig fekült, meg már valamit csinál. Ja, hát méhész vagyok, egy méhésznek mindig van dolga. Ha mindenki ennyit a méhékkel dolgoznának, mindenki a más faluban is, mint ő, akkor egy kiló méznek 30 euróba kellene kerülni. De, Jani, egyet mondok. Még fiatalabb voltam, én fél nap alatt jelentéztem, mert felméltem, benéztem, végeztem, betettem. Nem, de beszélgettél is velük. Ja, simogattam is őket. Ja, azért mondtam. És ezt, amit itt alsó őrön beszélnek, ezt kevesen beszélik? Már mennyien beszélik? Hát minket szomszédja még beszélnek. A gyerekek is tudnának magyarul beszélni, inkább. De te beszélsz neki, hogy mondd, ezt csináld meg, hogyan felel? Német. Jaj, én megcsinálom, ich mag's. Nem felelnek magyarul? Nem. Akkor nagyon, nagyon izére kérdezni, hogy magyarul felére. De legtöbb gyereke polgáriban, mint Füsőrben vagy valami, ott mindig németül lesz beszélni, még minden, már úgy vannak szokni. Tudnak, nem mondom, hogy nem tudnak, de feleletet ezért németül kapod. Ti otthon milyen nyelven beszéltetek egymással? Magyarul. Mindig. Csak magyarul? Uh-huh. És te a testvéreddel hogy beszéltek egymással? Magyarul. Magyarul? Uh-huh. Akkor ez a... Szerintem mink akkor fejeztük be csak a magyar beszélni a család közt, mikor jött a sógorasszonyom. Mert ő ukrajnból származik, és akkor kezdődött, hogy ő nem értett annyira magyarul, hogy akkor több bekerült a német is. De én mindig úgy mondtam, hogy én de osztrák vagyok. Ez nekem mindig az volt, hogy ich liebe es ungarisch zu sprechen, de ich bin Österreicher, én mindig azt mondtam. Hát, hogy szeretsz magyarul beszélni, de te osztrák vagy. Ja, genau. Időközben Reszka nagymama is megérkezik, aki pont ma 92 éves. Hello, oma! Szervusz! Minden jó születésnapodra! Köszönöm, miért felejtettem, hogy mola van? Na jó, már el lehet felejteni, kö? Alles Gute! Zum hier! Ja! Geburtstag! Ja, ja! 92, kö? Nem tudom már. Jó! Az elég sok! Régebben többen beszéltek a faluban magyarul, mint most? Többen, mert mindenki magyarul beszél. Mindenki a németet nem is tudta, már nem is bírták. Szomorúak voltak, amikor Burgenland Ausztriához csatlakozott, vagy örültek neki? Még nem foglalkoztunk a politikával. Nem tudtam az, hogy ez micsoda vagy, az micsoda vagy, abban mi lesz vagy. Hát nekünk dolgozni kellett. Reggel fölgeltünk, meg kellett a teheneket étetni, meg főni. Te még más menkő! Na, te hama! Ez pedig már ismét Muraszombat, ahol a nagypapa a kisebb unokákkal palacsintát készít. Ők beszélik a hivatalos szlovént és a helyi nyelvjárást, a vendet is. Te mennyit értesz magyarul, Matic? Kicsit. Mondjuk fele, több, mint a fele, like half, more than a half, less. Less. Mindent beletette? Szeszidom, jó a tebé? Ja, menni, ja. Hát persze. Szedelen kaktrebej. Most of Slovenian think that we Wends understand Hungarian, but we just don't. Why do they think that? I don't know, maybe because, you know, this Wend language has so much words that were taken from Hungarian language. Like? I don't know. Hungarian say bolt, we say bauta, but
other parts of Slovenia, there they say Trgovina. És amikor mondjuk meccset néztek, és a magyarok meg a szlovénok egymás ellen játszottak, akkor kikinek drukkolt? Okozott-e feszültséget ez? Yes, it's a Slovenian. Yeah, yes, paza. Mondjál le. De ebből nem volt feszültség? Ne. Ne. Ha? Ti tudod Slovence. Ne. De nogomet spíra. De nogomet spíra, Marusa. Ne. Te ez a magyar, de na vijanyasz. Yes, paza Slovence. Ja. Ja. Neki furcsa. Mármint az, hogy te a szlovénoknak... Ugye a magyarok, hogy nem a szlovénoknak drukkolok, hanem a magyaroknak. Neki furcsa? Neki furcsa. Ne de legyen furcsa. Nem magad lélek. Ne ti ne bocsudna. Te normálna, Marusa. Ti csebos, csebos, csebo, na primer tvoj mos, recimo, italián, ali pa austrija. Ne vieš. Ne vieš, Marusa. Ale pa, ja vsaki bo za svoje navijal, normálna stvar. Ja, vsaki svoje spoštuje. Okej. Okej, ja? Tak je prav. Pa vrede. Vrede, ja. Ti za koga navijaš? Slovence. Slovence, dobro. De azt tudod, hogy a nagymamád, ő nem szlovén. To znáš, že jaz nisem slovenka, da sem jaz magyarka, ne? Ja, znam. Did you ever see your grandmother on stage? Yes. And how did you... A lot? Yes. And how did you like it? I mean, it was fine. I didn't understand any of it, though. Nothing? Mostly not. But your English is quite good. Thank you. But your Hungarian is not really, so you don't understand if she talks? No. You don't want to learn Hungarian? No. Why? It's boring. Boring? Yes. What do you mean by boring? I don't like to learn other languages. How did you learn English so easy? Because I watch YouTube. YouTube, oh. But there are Hungarian things on YouTube as well. Yeah, but I don't watch them. I don't know if I'll ever need it in my life. Mm-hmm. I never thought of living in Hungary. Yeah, but you could speak with your grandma in her mother language. Yes, but we can also speak in my mother language. As you obviously do. Yes. All the time. We were raised like Slovenians. We always talked Slovenian. We do habits like other Slovenian. Yeah, so you're Slovenian. Yes. I consider myself as Slovenian, not as Hungarian. Csipős paprikát meg a bort nekem ki ne felejtsd. Mert akkor nem lesz belőle semmi se. Meddig állsz ebben bográcsa? Még meddig kell, hogy föllön? Még próbáltam? Van villád egyáltalán? Megpróbáltam. Ti mindig magyarul beszéltek, vagy néha szlovénul? Nem, szlovénul jobban. Neki is, neki könnyebb, meg hát akkor mindenki érti körülöttek az. És apukád jobban beszél magyarul, igen, mint? Igen. Perfekt. De veled nem beszélt magyarul? Nem sokat. Mert mondta, hogy igazából azért tud olyan jól magyarul, mert hogy az iskolába. Iskolába, persze, hát azért ő is. Önmagában egy nagymama nagyon nehezen tud valakit megtanítani. Hogyha együtt élünk, akkor az egész más. De hogy nem élünk együtt, például ő sokáig nálunk volt, mennyi? Három, négy? Két minta. Négy és fél. Azok se élnek. A két unoka testvére? Igen, ott van minta, mert mennyi öreg anyja megtanulott magyarul. Hogy mennyire tudod legyenni az öreg anyja? Igen, igen. Jó, egy minta vagy. Ott van minta benne. És neked van mennyasszonyod? Igen. Viszont te már csak negyed magyar vagy. Igen. Ha lesznek közös gyerekeitek, akik már tényleg csak ilyen pici-pici részben lesznek magyarok, nekik is megpróbálod majd átadni valamennyire a magyar nyelvet? Igen. Tényleg? Igen. Miért? Hát azért, mert több nyelvet tudod, az jobb, nem? Azért. Szeretsz, tudom, szeretsz. Hungarians love Hungary more than Slovenians love Slovenia. So you want to say that they are more proud of their country? Yes, they are more proud of their heritage, history, everything. Oh.
Egészen pontosan hány magyar él jelenleg Horvátországban? Egy 2011-es adattal tudok szolgálni. 14.046 ember vallotta magát magyarnak Horvátországban. Ez azt jelenti, hogy Dubrovnikról egészen Kiskőszegre, Drávaszögig. De egy kicsit finomítsam a képet, ebből körülbelül 11.000 mondta, hogy beszél is a magyar nyelvet. Tehát Horvátországban létezik egy olyan 3000-es közösség, aki magyarnak vallja magát, magyar öntudattal bír, de nem beszéli a magyar nyelvet, vagy kevésbé. És mi akkor számukra a magyar identitás? Miben fogható meg? Beszélgetve velük arra jöttünk rá, hogy van egyfajta ilyen ragaszkodás a múltjukhoz, mert a nagypapa, apuka még beszélte a magyar nyelvet, és ők valamilyen módon úgy gondolták, hogy továbbra is szeretnék ápolni a magyar kultúrát. És sokszor van az, hogy tényleg, hogy végigtáncolnak egy szép repertoárt, és a végén utána horvátul beszélnek egymással, de magyarul énekeltek. Lehet, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit énekeltek, de van egy ragaszkodásuk a magyar kultúrához, ott a nagyon-nagyon szórványban. A Szamobori hegységben vagyunk, ahol a zágrábi magyar cserkész csapat táborozik. És a mai kérdés az, mivel harcoltak a palucaik? A vörös, a palucai fiúk. Igen, olyan fegyver, ami a vörös ingesek nem volt. A mi cserkész csapatunk az Zágrában működő egyetlen magyar cserkész csapat. A gyerekek többsége az már itt született Horvátországban, tehát többnyire vegyes házasságból vannak, vagy az anyuka, vagy az apuka magyar. Sokaknak a gyökere az Vajdaságban van, úgyhogy így vagyunk most 15 gyerekkel. És ők jellemzően hogy állnak a magyar nyelven? Ugye én hallom azért, hogy sokat beszélnek egymás között horvátul. Ők jól beszélnek egymás közt is magyarul, tehát ugyanakkor vannak helyzetek, amikor horvátul beszélnek egymás között, de hogyha olyan a játék, vagy olyan a fórum, hogy mondjuk éppen több gyerek jön össze, aki csak magyarul tud, akkor ők gond nélkül tudnak magyarul is játszani. Most a csámú bácsitért dobli 6. Jó, se dámfot mógó. 6. 6. 6. Átértünk. Menjünk medvét vadászni! Nini! Mit látok? A ti szüleitek nem is beszélnek magyarul? Nem. Hát akkor nem csoda, hogy nem tudtok magyarul beszélni, hiszen otthon nem magyarul beszéltek. Tudom, csak kicsi. Nekem az anyom magyarul beszél, és az apu horvátul, de otthon mindenkivel csak horvátul beszélek. Mert neked nehéz magyarul válaszolni? Egy kicsit igen. Igen? A nagymamámmal beszélek magyarul, mert Baranya él. Hol? Kopácson. Ha valaki Zágrábban születik, akár vegyes házasságban, akár szintiszta magyar szülő gyerekeként, nehéz megőrizni felnőtt korára, hogy legyen egy folyékony, stabil magyar nyelvtudása? Ha a szülők magyarul beszélnek, akkor az megy. Persze, természetesen, ahogy mondtad, és itt megjelenik az, hogy ők egymás között horvátul beszélnek. Hát sajnos ez tapasztalható minden közösségben. Az, nem mondom az óvodától, de az iskolától már természetes, hogy a nagyszünetben, kisszünetben a gyerekek, a magyar tagozatos gyerekek egymás között horvátul beszélnek. Hát a családban és az én lányaim horvátul beszélgetnek egymás közt, ugye, még előttem is. Hozzám magyarul fordulnak, én is magyarul beszélek vele, ez így eddig jó, de egymással lesz, hát gondolom, hogy nem tudom elképzelni, vagy nem is emlékszek, hogy mikor szóltak egymáshoz magyarul. Mert nekik ez a természet. Ez a természet. Aki Zágrábban él, annak nehéz megtartani ezt a magyar nyelv dolgot, mert ugye mindenki horvát. Attól függ, hogy ki mennyire akarja. Hát azon múlik, hogy ki mennyire akarja? Igen. Tehát, hogyha nem akarod, akkor, hogyha nem érdekel, akkor meg se tartod. Akkor elfelejted. Te hogy érzed? Te meg fogod tartani? Talán.
Rijeka, vagy olasz nevén Fiume, Horvátország egyik legnagyobb kikötővárosa. Emellett a turisták körében is népszerű. Több mint 100 éven át a Magyar Királyság legfontosabb kikötője volt. Az osztrák-magyar monarchia idején komoly beruházások és építkezések kezdődtek a városban. Kevesen tudják, de ma is él itt magyar kisebbség. Az embernek nincs alkalma magyarul tanulni itt Rijekán. Nincs tulajdonképpen kivel beszélni. Az, akivel találkozik és magyarul beszél, ahhoz száz szó elég, hogy aludtál, mit álmodtál, mit vettél, hova mész, ez az egész dolog. De valami komolyabb beszélgetésről nekünk itt az egyesületen kívül alig ha van. A fiumei magyarok közössége nagyjából 160 tagot számlál. Ebből körülbelül 30-an aktívak, többnyire az idősebb korosztályhoz tartoznak. Nagyapám huszártiszt volt, az édesapám huszár volt, és Budapestről ide költöztek, nem ide, hanem Katarőbölbe költöztek. Ott születtem, szerb iskolába jártam, és a szerbek mondták nekem, azt mondja, milyen nyelv az a magyar? Hát mondom, hát nézd, én tudok magyarul, és tudok szerbül. Te, hogyha elfelejted a szerbet, akkor mit tudsz mondani? Tudsz ugatni? Én meg tudok magyarul, hogy elfelejted. A feleségem és a fiam az szintén kifogástalanul beszél magyarul, de beszél több nyelvet is, és az unokák is szépen beszélnek magyarul. Igaz, hogy a felesége horvát, de a unokák szépen beszélnek magyarul. Nagyon magyarnak érzem magamat, másképp nem is lehet elképzelni. Én nem bírom magamat másképp elképzelni, hogy nem vagyok magyar. De miért ilyen fontos ez önnek? Hát nekem a szüleimtől otthon, ottan Montenegróban, ahol senki nincsen magyar család, ott mindig magyarul otthon beszéltünk. És hát én egyszerűen magyarnak érzem magamat, nem tudom elképzelni más, hogy más lennék semmiképpen. Szeretném, még az egész alsőrek is, hogyha a magyar nyelv megmaradna, mert nagyon fontos. Miért fontos? Mert az a mi itt születtünk, még előbb mindig csak magyarul beszéltünk, és fontos, hogy az még lesz, még hát jobb is a gyerekeknek is, nem? Két nyelven jönnek fel, az jobb, mintha csak egy nyelvet tanulsz, nem? Nagyjából hány főre tehető a magyarok száma Burkellandon? Az utolsó népszámlálás alapján 4700 fő, de ez 2002-es adat. Azóta nem volt népszámlálás, de mivel 2012 óta teljesen szabaddá lett téve az osztrák munkaerőpiac magyar munkavállalók felé is, több mint 12 ezer ember dolgozik Magyarországról itt nálunk Burkelland területén. Több horvát is van Burkellandban, nem mint a magyarok, nem? Nekünk mindig kell nézni, hogy mink is valahol rákerülünk, vagy a tévébe, vagy a riportra, hogy valami mink is benne legyünk, az újságokban még minden, mert a horvátok annak könnyebb. Nem lehet itt fogni magyar tévét, nincsenek kialakítva, tehát más műholdra néznek a német nyelvű csatornák, mint a magyar nyelvűek, és be kell szerezni egy külön vevőkészüléket ahhoz, hogy ha valaki annyira szeretné hallgatni magyar tévét. Van itt helyben rádió,
ugye a Rádió Burgenland napi szinten híreket ad, hétvégén van egy hírösszefoglaló, de viszont csak évi 6 alkalommal a tévéadás, ami hát igen kevés, egy identitásképzésre, egy atmoszféra kialakításra ez kevés. Ernő bácsi nem hagyja ki a két havonta jelentkező Adj Isten Magyarok egy adását sem. Adj Isten Magyarok, herzlich willkommen zu unserer ungarischsprachigen Fernsehsendung. A 91 éves Szabó Ernő 40 éve gondozza az Alsóőri Falu Múzeumot, amely még ma is működik. A tájház az egyetlen magyar témájú múzeum a régióban. 40 év óta itt kotulok a múzeumban. Én erre születtem. Én, a feleségemmel több mint 70 évig együtt voltunk, még halt szegény ördögkel. Mi nem beszéltünk egy árva szót németül a feleségemmel. Csak magyarul. És magyarnak vagy osztráknak hallja magát Ernő bácsi? Magyarul beszélő osztráknak. Mondjuk úgy, hogy külsőileg németül, belsőileg magyarul. Úgyhogy jusson is, és maradjon is. A burgundi magyaroktól azt hallja az ember általában, hogy ők magyarul is beszélő, vagy magyarul beszélő osztrákok. Tehát az az identitás tudat, hogy én magyar vagyok, csak éppen Ausztriában élek, ez itt nem jellemző. Hát én is inkább mondom, hogy magyar kisebbség vagyok, de hát én nem mondanám, hogy én magyar vagyok, és azt nem értik például. A gyerekként mindig csak németül beszéltem. A nagyszülők azt mondták nekem, hogy beszél magyarul, és én így csináltam, mert a anyukám én velem németül beszélt, de a szülők egymással magyarul beszéltek. Mm-hmm. És én persze, hogy értettem mindent, és ilyen 18 éves voltam, hogy gondoltam, hogy jó is lenne magyarul beszélni, és Debrecenbe mentem a nyári egyetemre, és akkor ott mondtam, hogy én osztrák vagyok, és majdnem megöltek engemet, mert te nem vagy osztrák, te magyar vagy. Nem értették ezt. Nem értették, mert hát itt, és tényleg ez a vasfüggönnel függ össze, hogy ez, aki Szlovákiába, Vajdaságba, vagy valahol, mindig Magyarország felé, mi magyarok, és nálunk a magyarság, vagy kommunista, és akkor így volt. Most akár szlovákoknak, vagy akár románoknak, vagy ukránoknak az összefüggés közelebb áll a magyarhoz, mert annak érzi magát örökig, kőkeményen. De itt Ausztriában máshogy néz ki. Először itt volt a vasfüggöny, lezárt mindent. És így érthető, hogy osztrákok vagyunk. Ha egy olimpia, vagy focipálya meccsek vannak, akármi. A magyarokhoz tartok mindig, és csak akkor nem, ha az Ausztria ellen játszanak. Ha Ausztria ellen játszanak, akkor osztrák vagyok teljesen. Nem szabad elfelejteni a 89 előtti időszakot, amikor a burgundi magyarok sokszor nem is szívesen vallották be, hogy ők a burgundi magyarsághoz tartoznak, hiszen abban a pillanatban lekommunistázták őket, azt mondták, hogy aha, te is kommunista vagy, hogyha magyar vagy. Mert Magyarország kommunista ország, tehát a magyar az kommunista. Ápolom a magyar nyelvet, ameddig tudom, és szeretem is a magyar nyelvet, bár olvasok is, és énekelünk is, és jó ez a kis közösség, ami van, mert ez fenntart bennünket, és főleg a kultúránkat is, és nyelvünket is. De most nem tudom magamról mondani, hogy én magyar vagyok, de szeretem a magyar nyelvet, és a hagyományokat is, és ápolom is. És akkor mi az, aminek vallja magát? Úgy határozza meg magát? Én úgy határozom meg ma, mint osztráki, és magyar nyelvet beszélő osztráki. Magyar nyelvet beszélő osztrák? Ez a legfontosabb? Igen, az biztos. Ja, az biztos. Én gondolom, nálunk nem is adatik az a kérdés, mi vagy, minek vallod magadat, hanem nem. Hát én sem kérdezem a stájért, minek vallod magadat, vagy mi. Én, ja. Lehet, hogyha valaki kér, ha muszáj vallanom magamat, akkor én is azt mondom, mit a Roza is mond, mit a Tamás is mond, de ez nem kérdés, ez nem igazán kérdés. Fekete hajó vagyok, fekete hajónak vallom magamat, vagy sárga, ez, hogyan mondjam, nem... Nem fontos. Nem fontos, vagy?
de nekem nagyon fontos, hogy mondom, de? Hogy osztrák, osztrák vagyok. Azt meg, ja, azt de ingem, mert senki sem kérdez, hogy magyar vagy, vagy osztrák, ja, vagy... Persze, Ausztriában jönnek, mi volnák más? Tudomásom szerint 2011-ben volt a legutolsó olyan népszámlálás, ahol még a nemzetiségi hovatartozásról szó volt. Manapság már ezt nem szabad megkérdezni. Tehát erről én nem tudok adatot mondani, és úgy tudom, hogy nincs, de lehet, hogy én vagyok tájékozatlan. De egyébként miért nem szabad megkérdezni a személyiségi jogokat? Igen, igen. Tehát azelőtt a legutolsó népszámlálásán sem volt igazából olyan a kérdés feltevés, ami hiteles lett volna, mert azt kérdezik meg, hogy milyen nyelven beszél a családban. Na most az én konkrét esetemben a férjemmel németül beszél, de az nem azt jelenti, hogy mi nem visszük tovább a magyar kultúrát. A családban a férjemmel németül beszélek, mert ő neki az az anyanyelve. De ő is beszél valamilyen szinten magyarul, tehát baráti közösségben megérti, követi, a gyerekemmel magyarul beszélek, ő meg németül beszél, most akkor a gyerekem mit írjon be, melyik a családnak a nyelve? A magyar vagy a német? Mind a kettő. Tehát tulajdonképpen a kérdés feltevés már ellehetetleníti a hiteles válaszadást. Nálunk egy magyar nemzethez való tartozás, talán a harmadik szinten jelenhet csak meg a helyi identitás után. Ugye van egy helyi identitás, egy regionális identitás, mégiscsak Ausztriában élünk is. Azután azért némileg a tudatban megvan, de csak a harmadik szinten az, hogy hát van még egy nemzet is, mert a nyelv az ugye. És ez az oka annak, hogy itt annak a hagyományát, hogy megemlékezünk a 48-ról, meg kellett teremteni. Egy projekt áll a teremben, méghozzá a felsőri, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesülettel, méghozzá ez a 100 éves jubileum, hogy a Burgenland Ausztriához csatlakozott 1921-ben. Ez téma lesz egy szép filmnek. Szerintem ez kitüntetés nekünk is. Egy sarokkal odébb az Alsóüri Magyar Színjátszókör ünnepi műsorra készül, Burgenland Ausztriához csatolásának 100. évfordulója alkalmából. Miért fontos ez a színjátszó egyesület nektek? A próbáknál is elég jó a hangulat, és nyelvgyakorlat is. Olvasással kezdődik az egész próba, mert már a szöveggel is néha probléma van, mert a szókincsünk nem olyan tág, hogy mindent megértünk, és talán a rosszul ki is ejtsük. És azért van, itt van a rendező, és az már az olvasáskor elmagyarázza, hogy mi a háttér, mert a viccek megértéséhez is kell, hogy bővebben értsük, vagy mélyebben megértsük a szöveget. A mindennapiban nem használjuk a magyart. Mi dolgozunk, persze én most már nyugdíjas vagyok, de én a munkahelyemen nem tudtam használni, vagy nem sokszor tudtam használni a magyart, és azért el is veszett egy kicsit. De az iskolában mennyi magyar volt? Heti 3 óra. Ez kevés a heti 3 óra, nem? Ahhoz, hogy valaki megtanulja a nyelvet. A gyereket nem lehet iskolában magyarra tanítani, sem a színjátszó csoportban, hogyha nem odahaza tanulják, akkor nem fogják megtanulni. Az én anyukám mindig mondta, hogy kint, a házon belül magyarul beszéltek, kint az utcán, csak németül. És hát a suliban is, hogyha valaki Szigetről jött a suliba, már a németbe a rosszabb jegyet kapott, mert nem tudott, hát azt mondták, hogy ti nem tudtak németül. Én inkább másképp mondanám, a mi iskolakorunkban, mi a vörösváriakkal még olyan verekedések voltak, ott mi maradtál más. Szarmagyar, szarbegyár, más nem hallottál. Igen. Mi csak 4 voltunk, aki magyarul beszélt. Azok voltak 10, de olyan véres korokkal szalankáltak. És talán az nagyon hozzásegített ahhoz, hogy büszke vagy a magyarságodra. Én osztrák vagyok, de büszke vagyok a magyar gyökreimre. Meddig lesz még úgymond őshonos burgenlandi magyarság, aki nem csak mondja, hogy magyar, de nem beszél magyarul. Mennyire látjátok ezt előre haladottnak, ezt a jelenséget, hogy a gyerekek már nem tudnak? Hát sajnos azt ott mondhatom én, mert nagyon sokat dolgozok gyerekekkel is, mint van gyerekcsoportunk is, hogy évről évre sajnos kevesebb lesz a gyerek. Hogyha mi egy karácsonyra szokunk mindig felkészülni egy darabra, egy karácsonyi darabra, rövid 20 perces, 25 perces darabra, az első összejövetelek és órák avval telnek el, hogy szóról szóra megmagyarázom a gyereknek, hogy mit mond. Ők elolvassák,
de nem tudják, hogy mit olvasnak és mit mondanak. Nem értik meg. Persze akkor órától órára jobb lesz, és akkor a végén lejátszák, mint kis magyarok azt a színdarabot. De én azt látnám, hogy igazán előbb ez nem volt probléma. Ezt kétszer elolvastuk a darabot, harmadszor már megtanulták, és két hét alatt kész volt a darab, és most kell két holnap hozzá. 10 év alatt ennyit romlott a helyzet? Igen, igen. Hát akkor igen. Mi lesz 20 év múlva, ha 10 év én, alatt? Én nem tudom. Hál' Isten, hogy most nagyon sokan telepednek ide Magyarországról, Szombathelyi környékről. Hát az, de magyarok is. Enélkül már sokkal régebben gond lett volna. Igen. Ja, hogy mindig az utánpótlás érkezik Magyarországra. Az EU 2013 óta, mégiscsak az EU miatt, hogy van családok, akik vagy idejönnek és dolgoznak, és aztán átjönnek tényleg a gyerekekkel, és azért ez sokat jelent, tehát a nyelv szempontjából ez megmenti a dolgot. Vas Jennifer fotós. A szülei a 90-es években jöttek át Magyarországról, ő már Felsőőrön született. Én hálás vagyok a szüleimnek, hogy ide kijöttek, és hogy én itt nőhettem fel, és nem kellett Magyarországon, mert nekem ez biztos, hogy előnyöm, hogy én itt nőttem fel. Milyen értelemben? Minden értelemben. Nem hiszem, hogy ilyen életem lenne, hogyha én ott nőttem volna fel. De most a gazdasági helyzetre gondolsz elsősorban? Igen. Mi itt az uralkodó gondolkodás Magyarországról és a magyarokról, ahogy látod? Gyerekkoromban ez mindig úgy volt, hogy vigyázzunk a biciklire, mert jön a magyar és ellopja. Nem mondod. Vagy, de ez mindig úgy volt. És velem is vicceltek, amikor mondjuk mentünk osztálykirándulásra, hogy új, itt a Jenny, vigyázzunk a biciklire. Mondjuk én ezt most elröhögtem, tök mindegy volt. De azért nyilván nem esett jól. Gyerekként én ezt nem fogtam fel annyira. Most észlelem ezt így, hogy... Amúgy ez gonosz, ilyet mondani. Most már nem is tudom, most már úgy van, hogy aki magyar itt, az tudja, hogy itt dolgozik. Valami vendéglátói valahol. Uh-huh. És te minek vallod magad így? Mi az identitásod? Jaj, ez nagyon nehéz. Én ezt nem tudom. Így vérileg magyar, de itt nőttem fel, viszont ez a mentalitás, ami itt van, az inkább távol áll tőlem, de hát a magyar se áll olyan nagyon közel, nem tudom, én ilyen gyökértelen embernek érzem magam, nagyon nehéz. Azért keresem az utam. Benned van büszkeség a magyarsággal kapcsolatban? A te saját magyarságoddal kapcsolatban? Van. Azért használom a nyelvet is, mindig azért járok koncertekre. Voltam én már 4-szer megnézni a Pilvakert, nekem van egy Petőfi tetoválásom, úgyhogy én ezt büszkén vállalom, meg szeretem is, de mégse érzem úgy, hogy 100%-ban én vagyok. Hát nyilván azért, mert itt nőttél fel, meg már itt is születtél. Én össze vagyok kavarodva. Andrejek Mitya és felesége Judit evangélikus lelkészek. Magyarországon ismerkedtek meg, egy muravidéki kis szlovén faluban, Krizsevciben élnek 3 gyerekükkel. Hogy találtatok egymásra? Én már másodéves voltam a teológiai egyetemen Budapesten, és mondták, hogy jön egy szlovén fiú, akire nagyon vigyázni kell, mert már volt rá példa, hogy járt nálunk szlovén diák, de ő sajnos megbetegedett. És hát én mindig is maximalista voltam, úgyhogy jól végeztem a dolgomat, és vigyáztam rá. Ezt mondtam neki mindig, hogy nekem vissza kell menni, én nem maradhatok Magyarországon, nekem ide kell visszamenni, és az neki nagy ilyen... A végén, amikor már a végső döntést hozott, akkor már egyértelmű volt, hogy igen, velem jön, de azért az elején ez, én is gondolkoztam, hogy fog jönni, nem fog jönni, hogy lesz. Egyszer egy este sétára mentünk Budapestre, és mutattam neki az éjszakai Budapestet, romantikus pillanat, és mondta, hogy megölelt, hogy milyen jó barát vagyok. És akkor gondoltam, hogy na hát akkor le is tisztáztuk ezt, hogy ez csak barátság. És aztán hazafele pedig fogta a kezemet, és mondtam, hogy hát figyelj, én nem tudom Szlovéniában milyen szokásaitok vannak, de nálunk a barátok nem nagyon, fiú-lány barátok nem nagyon fogják egymás kezét, így 20 éves kor körül. És aztán végül is mondta, hogy hát én nem olyan barátságra gondolt, hanem barátság extrákkal. Az igaz, de amikor meg Magyarországra jöttem, akkor meg számomra nagyon meglepő volt, amikor így
ilyen baráti körbe bekerültem, és akkor a lányok odajöttek, és akkor puszi-puszi, meg így férfiak között. Hát mondom, ez most mi van? Hát azért ennyire nem vagyok még barátok, hát lassan. Igen, van egy ilyen, így, van egy ilyen igen, közeledés. Nagyon. Igen, és számomra is meg idegen van ez, a másik meg az, hogy állandóan kezet kell fogni. Tehát Szlovéniában annyira nem szokás, pláne ha munkahelyre jövünk, és akkor újra találkozunk reggel is, akkor megint kézfogás, hát ez annyira nem. De ott meg állandó. Csak úgy, hogy számomra ezek ilyen kultúrsok is volt. Tehát így nem messze lakok a magyar határtól, de mégis más a kultúra. Látható, hogy Magyarországon a történelem már nagyon visszamegy, és nem akarok ezt a szót mondani, hogy büszkék, de másképpen visszatekintik a történelmekre. Mint mi szlovénok például, nekünk az van, ugye, hogy 30 éves az államunk, és akkor mi korábbi történelmünket mindig más államhoz igazítjuk. Tehát Muravidékek a Magyarországhoz, akkor az a Stajrország, meg inkább Olaszország, illetve az Osztrák Monarchiához. Tehát így mindig ott voltunk valahogy, utána Jugoszlávia jött. Tehát soha nem az, hogy szlovénok. Soha nem volt ez a nagy ilyen államunk, és akkor kicsit így ez az öntudat, kicsit így bennünk hiányolom sokszor. Most tavaly előtt, hogy volt a trianoni évforduló, és mint az előbb már említettem, nekünk ez a munkánk, ez egy ilyen celeb munka, tehát hogy ott vagyunk ezeken a megemlékezéseken, és akkor mindenki kérdezte tőlem, hogy jaj, te hogy fogsz viselkedni magyarként, hogy mehetsz el ilyen ünnepségekre. És mondtam, hogy ez nem ünnepség, meg nem megünnepeljük, hanem együtt élünk, és tiszteljük a múltat, és megemlékezünk arról, hogy mi történt. Hát mert hogy a szlovénoknak ez az ünnep mást jelent. Igen, igen. De hát nem is ünnep, ugye, szóval ne, ünnepnek, nem, meg inkább megemlékezünk. Az nem, igen. Ünnepnek, igen, de most nem az, hogy verik a mellüket, hogy győztünk, és ugyanúgy én se verem a mellemet, és mondom azt, hogy elvettétek tőlünk a Muravidéket. Tehát, hogy, és szerintem ez az együttélésnek a kulcsa, ugyanúgy tiszteljük egymásnak az ünnepjeit. Hála Istennek a gyermekeinknek van lehetősége kétnyelvű intézményekbe járni, és ott a magyar és szlovén hagyományokat is tartják. Az asszimiláció eléggé gyorsnak tűnik, vagy eléggé hát gyors üteműnek. Hogy látjátok az itteni magyar közösségnek a sorsát és a jövőbeli kilátásait? A probléma az, hogy, vagy hát nem probléma, a nehézség az, hogy egyre több vegyes házasság van, és mindig könnyebb a szlovén nyelvet választani a családi életben, mert nyilván azt mindketten beszélik. Tehát, hogy a szlovén részről érkezett tud szlovénul, a két nyelvű pedig magyarul is és szlovénul is, akkor nyilván szlovénul beszélnek, nem fog elkezdeni a másik fél megtanulni magyarul, nem feltétlenül. A fogyás az innen eredeztethető. Én azért belelátok a kétnyelvű óvodák életébe, és igen, vannak szülők, akik azért abszolút nem törekszenek arra, hogy a magyar nyelvet elsajátítsák a gyerekek, és én ezt nem a nacionalista oldalról fogom meg, hanem a praktikumról, mert látom, mennyire praktikus, hogyha több nyelvet beszél a gyerek, és én nem hiszem el, hogy egy ilyen ajándéktól megfosztják kvázi a szülők a gyerekeket. Mit, te hogy beszélsz a gyerekeitekre? Milyen nyelven beszélsz? Szlovénul. Igen. De amikor együtt vagyunk magyarul. Amikor együtt vagyunk, akkor magyarul. Veszekedni könnyebb magyarul. De próbálok én néha velük így magyarul, hogy valami gyakorolni, de nem, ők nem fogadják. Próbálok meg alkalmazkodni a többséghez. Mert csak például itt egy szlovén közösségben csak úgy tudsz megmaradni. A sajátodat tartod, de próbálsz alkalmazkodni a többséghez. Könnyebb lenne, hogyha úgy mondom, asszimilálódnánk. Ez már mutatkozik az egyetemen is, ugye itt tudni kell nálunk, nincs magyar egyetem, csak magyar szak van, ahol magyar tudnak tanulni. De egyszerűbb úgy mondom az, hogy innen a határmellékről, ahol rossz a gazdasági helyzet, rossz a szociális helyzet, egyszerűbb, hogy elmegyünk egy nagyvárosba, és ott asszimilálódunk, és úgy folytatjuk az életünket, mint kvázi, aki nem is magyar. Én azt látom, hogy vagyunk néhányan, vagyis jó páran így fiatalok, akik mindenféleképpen azon törekednek, hogy megmaradjanak, hogy megőrizzik a nyelvet, meg a legfontosabb, ugye a hazaszeretet, vagy az, ami ide köt minket, most nem úgy haza, mint egy ország, hanem mind a falu. Szóval, aki a vidék, szeret, a régió. Vidék. Igen, ez az, ami fontos. Szlovénia második legnagyobb magyar lakta településén, Dobronakon járunk. Varga Teodor a helyi magyar ifjúsági szervezet és a Magyar Ház vezetője is egyben. Aktívan részt vesz a helyi magyar élet szervezésében. Egyetem közben arra jöttem rá, hogy kezdem elfelejteni a magyart, mert nem használtam annyit. Jártam lektori órákra, de ugye, hogyha valaki
hetente két napot, vagy három napot használja a nyelvet, úgy lassan elveszik a nyelvismerete. Ott bizonyosult az bennem, hogy muszáj ugye ezért tenni. Elkezdtem könyveket olvasni, haza többet járni, ugye most már 4 éve itthon vagyok, úgyhogy minden nap használom a nyelvet, de ugye itt Ausztria közelsége is gond nálunk a Muravidéken, mivel hogy sokkal jobbak a fizetések, sokkal jobb a maga a szociális, gazdasági helyzet az országban, így kimennek, és van, aki nem jön többet vissza. Ahol Lendván, meg Dobronakon, meg itt Goricskon, még ahol élnek magyarok, hát ott még talán valamilyen módon még egy, talán egy pár évig meg fog maradni a magyarság, de sokára biztos, hogy nem. Nem? Nehézzen. Minden évén kevesebben vagyunk. A népesség fogyatkozása mennyire aggasztó? Mik a kilátások a jövőre nézve, és itt most számokra is gondolok? Középiskolás tanár vagyok, úgyhogy a fiatalokkal foglalkozom, úgy mondom, a munkámban is, nem csak a szabadidőmben. Azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy ilyen 10 éve kb. Fejeztem be a középiskolát, hogy sokkal kevesebb a magyar diák. Ez meglátszik ugye abban is, hogy az osztályok általában, ha többségében szlovének, akkor szlovénul beszélnek egymás közt. Mondjuk a mi generációnkban még ez egy kicsit fordított volt, már magában mondjuk az általános iskolában is, ugye mi 8-an jártunk ide általános iskolába Dobronakra, ebből 2 volt tiszta szlovén, és még tanul folyékonyan magyarul, azért mert rá volt valahogyan kötődve, vagy muszáj volt neki ugye használni a nyelvet, ha velünk akar társalogni. Szerintem ez a mérce most megfordult. Én azt tudom mondani, hogy amit én látok, az az, hogy nem azt mondom, hogy nincsenek magyarok, de sokkal kisebb mértékben, mint ezelőtt 10 évvel, amikor én jártam középiskolába. És hogy látod, hogy mennyi ideig lesznek még itt magyarok a Muravidéken? Szerintem. Az én unokáim még biztos. Megtörtént velem, hogy ülök a bolt előtt a padon, elmegy előttem 2 hetedikes csúzai lány, magyarok, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy Pán Nemoj Mirecsi, hát ugyan ne mondd már, horvátul, 2 magyar lány. Az asszimiláció egy sajnos egy természetes folyamat, és csak lassítani lehet az asszimilációt, és Horvátország esetében is ugyanígy van. Csak hogy érzékeltessem, 1991-ben még 24 ezer ember vallotta magát magyarnak, tehát ez a, nálunk az a cezura 91-es dátum, hiszen a honvédő háború előtt volt egy népszámlálás. 2001-ben már csak 16.595-en voltunk, még ugye, ahogy az előbb említettem, a 10 évre később már csak 14.000 voltunk körülbelül, és az idén lesz az újabb népszámlálás, már előre félünk, hogy milyen számadatok fognak majd jönni. Azóta ismerjük a legújabb népszámlálás eredményeit. A horvátországi magyarok száma 4000-rel csökkent az elmúlt 10 évben. Most 10.300 körül van. Az Eszéki Egyetemen még szorgalmi időszak van. A magyar tanszéken Leocki Szamardzsics Anna tanítványai báb előadást tartanak. Mátyás király idejében olyan nagy víz volt itt Csóza alatt, meg Vörösmarta alatt, hogy a komp Vörösmarttal bajáig jár. Ki az, aki közületek magyar anyanyelvű? Ti ketten? Ti nem vagytok akkor ezek szerint magyar származásúak. Hát, anyukám és nagymamám magyarok, aha, de én nem beszélek nagyon jól magyarul, és ezért megírtam ezen az egyetemen magyar nyelvet. És miért jöttetek ide tanulni? Hát, már tudjuk magyarul beszélni, meg hogy még jobban megtanuljuk a nyelvet. Van valami célod ezzel a diplomázás után? Hát, talán professzor lenni egy nap. Én is szintén ilyen tanár szeretnék lenni, tanítani, jobban megtanulni. Honnan származol? Én is Kopácsol. Te is Kopácsol. A többen vannak, akik magyarul beszélnek, mint horvátul, szóval még mindig megvan az a magyarosság Kopácson. Gyerekek is magyarul beszélnek, szóval nem horvátosodtunk el. De te azt mondod, hogy te jobban beszéltél horvátul, amíg nem jöttél ide az egyetemre, ugye? Hát igen, azért, mert a magyar így iskolában nem tanultam, volt az az anyanyelvápolásunk, de az nem volt valami jó, igen. És akkor horvátul beszéltem mindenkivel, otthon is szoktunk beszélni horvátul, és akkor horvátul. Felsőőrön működik Burgelland egyetlen magyar-német két tannyelvű gimnáziuma, ahová különböző nyelvi hátterű gyerekek járnak. Ebben az iskolában olyan gyerekek járnak,
Burgenlandból, akik vagy otthonról hoznak valamennyi magyar tudást, illetve olyanok is, akik szeretnének magyarul tanulni, otthon már nem beszélik a nyelvet. Vannak az iskolánkban olyan gyerekek is, ahol a családnak semmi kötődése nincs a magyarhoz, és nálunk tanulnak meg magyarul. Vannak az iskolában olyan gyerekek, akik magyar családból származnak, de már itt születtek, itt nőttek fel, meg vannak olyanok is, akik Magyarországról járnak át hozzánk iskolába. Minden osztályban nagyon vegyesek, tehát mindenből található. Ki az, akinek mind a két szülője magyar? És akkor ti otthon hogy beszéltek? Én magyarul és németül. Ti németül beszéltek, de akkor nektek a szüleitek nem magyarok? Vagy de. Hogy működik? Magyarok. Nektek? Picit... beszélünk picit magyarul. És a szüleiknek egymás között hogy beszélnek? Német. De akkor ők németek? Igen. A nagymamám magyarul beszélt. De ide valósi a nagymamád? Tehát ő felső őri? Vagy alsó őri? Alsó őri. Nem szabad elfelejteni, hogy nagyon hosszú ideig nem volt arra lehetőség, hogy érettségig magyarul tanuljon iskolai intézmény keretében valaki. Tehát a mai szülők, sőt már a mai nagyszülő generációja számára is kimaradt a magyar tanulás. Akkor gimis voltam, a két nyelvűben jártam, egy citeráztam, és úgyhogy próbáltam megőrizni egy picit ezt a magyarságot, de most felnőtt fejjel látom, hogy ez nem volt a magyarság, nem a citerázás a magyarság nekem, abszolút nem. Ki szeretném deríteni, hogy a magyar zene Magyarországon miért olyan sikeres, mert hogyha így szembeállítjuk az osztrák zenét, az nem ilyen sikeres itt. Miért van az úgy, hogy egy Majka x ezer embert a Budapest Parkba oda tud hívni, itt meg egy osztrák előadó ezt nem tudja megcsinálni. Egy osztrák zenekartól nekem nincs tetoválásom, viszont Punani Massivtól van három. Úgyhogy, mi van, milyen tetkód van? Nekem ez a legfontosabb, mert szerintem ez ilyen nagyon fontos, hogy élvezd az életed. Aha. Mert akkor van még egy ilyen boldogságban ébredtem fel, az is Punani. Itt meg van egy fény, zene, vihar, az meg a Voltnak volt a mottója, nem tudom melyik évben. És hogy látod, hogy hány olyan fiatal van, mint te, aki itt él, ezekben az őrvidéki, burgenlandi falukban, és jól tud magyarul, és otthon is van a magyar kultúrában, és nyilván osztrák? Szerintem kevés. Hogyha megnézem azokat, akik velem gimibe jártak, lehet, hogy beszélni tudnak még, nem szépen, de tudnak, de a magyar kultúra abszolút nem érdekli őket. Az oktatásnál ez el lett rontva egy picit, hogy nem a honfoglalás kellett volna nagyon megtanulni, meg az 1848-at, hanem esetleg a mai magyarságot, meg a mai Magyarországot is. Érdekessé tenni? Véleményem szerint. És ezek a gyerekek, ezek otthon németül beszélnek a szüleikkel? 100% igen. Felső Puján járunk, ahol éppen órát tart a Csárdás Lányok Néptánc csoport. Diana, a helyi iskola magyar tanára is itt táncol. Itt dolgozom a helyi általános iskolában, és igen, nekem is sajnos azt kell mondjam, hogy egyre nehezebb a magyar nyelvet tanítani, mert a szülők úgy állnak hozzá ehhez a témához. Főleg most, tehát most van az a korosztály, akik úgy gondolják, hogy a magyar nyelv az nem fontos, mert inkább a spanyol a fontos, amit nem nagyon értek, mert itt vagyunk a magyar határ mellett, és itt a határ mellett szerintem egy magyar nyelv sokkal hasznosabb lenne. És tehát a másik az, hogy ugye dolgozatot kell írni belőle, és az osztrák szülők mindjárt felháborodnak, hogy ők nem tudnak otthon segíteni a gyerekeknek, és ezért nem iratják őket magyar osztályba. Sajnos az idén sem indult két nyelvű osztály. Két német nyelvű osztály indult, és az egyikben van 7 gyerek, aki magyarul tanul velem. A magyarországi rendszerváltás után megváltozott a helyzet itt is, akkor hirtelen nagyon sokan akartak magyarul tanulni. Akkor olyan hihetetlen hullám kezdődött, hogy a
kisgyerektől a 80-valahány évesig mindenki beiratkozott a tanfolyamra, és megpróbált magyarul tanulni. Ez aztán most megint alább hagyott, és hát sajnos az a tendencia, hogy az asszimiláció az folytatódik valóban. Az, aki anyanyelvi analfabéta marad, annak sem a németje, sem az angolja nem lesz olyan erős, hiszen tudományos kutatások igazolják manapság már, hogy az anyanyelvnek az erőssége, a stabilitása segít abban, hogy bármelyik másik nyelvet az ember meg tudja tanulni rendesen. Csak a szülők sokszor arra gondolnak, hogy hurrá, most csak tanulja meg az én gyerekem németül és angolul. Kennen Sie Burgenland? Ein bisschen. Naja, das ist das jüngste Bundesland Österreichs. 101 Jahre, glaube ich, jetzt dabei. Ja, wunderschöner Teil, das eigentlich immer zu Österreich gehört hat. Manche Österreicher machen ja so einen Witz, dass zum Beispiel man Burgenland eigentlich zu Ungarn geben könnte. In Burgenland leben ziemlich viele Minderheiten, soweit ich weiß. Also Ungarn und Kroaten zum Beispiel. Soweit ich weiß, Kroatische und was noch? So Slawische, oder? Also Kroatische, glaube ich. Da gibt es ein paar Kroaten. Vielleicht ganz im Süden auch noch Slowenen. Kroaten. Kroaten. Und wer noch? Ungarn. Ja. Ungarn? Ja. Was ist Ungarn? Kann ich mir schon vorstellen, dass es eine Minderheit gibt in Burgenland, die ungarisch ist. Ja. Das ist schwer. Weil ich sie eigentlich als Österreicher sehe, die Ungarn. Mit ungarischer Sprache. Ja, die sind Österreicher. Ahhoz képest, hogy mennyi magyar van itt, meg mennyi magyar dolgozik itt, meg hogy azért osztrák-magyar monarchia, ugye egy ország voltunk nem is olyan rövid ideig, azért annyira sokat nem tudnak róla. Nem. Ami nagyon szomorú, mert azért pont Burgenland az, aki 100 évvel ezelőtt, hát pont most ünnepeljük, még Magyarországhoz tartozott, de egy hagyomány, meg semmi. De ez semmi nem ironikus sincs. Egyébként, hogy a burgenlandiak, köztük a magyar identitású burgenlandiak is ünneplik azt, hogy ellettek végül csatolva az anyaországtól. De amúgy ez vicces. Mert ezt egy ünnepnek prezentálják. Miközben ez azért valahol inkább azért egy, hát a magyaroknak egy szomorú esemény. Igen, nézőpont kérdése, hogy melyik oldalán állsz a határnak. De ők már úgy tekintik, mintha már az osztrák nézőpont lenne teljesen. Igen. Az övéké. Ez biztos, hogy így van. Tisztelt vendégeink, meine sehr verehrten Gäste, es freut mich, Sie im Namen des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereines, Sie hier heute bei unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Örülök, hogy üdvözölhettem Önöket itt ma a mai rendezvényünkön. Most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ezt a kérdést válaszatok. Obst, Gemüse, Pabi, Kruski, Sajati, Avenuse, Mandete, Kine, Nandio, Lacho, Habe. Gyerzer, ott bízt, ki? 1400 km. Jó! Azt ott megbeszél. Stimmel, danke für deine Mühe. Herzlichen Dank. Rendezőként hogy látod? Mi a darab legfőbb üzenete? Jó kérdés. Mi volt a legfőbb üzenete? Az, hogy büszke vagyunk arra, akik vagyunk. Én azt mondanám. Mi magyarok is vagyunk, és osztrákok is vagyunk, és ez jó így. A történelem fel lett dolgozva, be is lett mutatva a honfoglalás, amit a fiatalok nem is tudnak, nem is érzik azt. Őkkel meg kell tanítani. Ők még nem érzik úgy, de látom, hogy előadásra jobban beleérzik magukat, és tudják, hogy miről van a szó. Hogy látod az, hogy Burgenland Ausztriához került 100 éve, az pozitív vagy negatív eseményként van ábrázolva? Nézd, én erről még nem is gondolkodtam. Én csak azt tudom, hogy hol vannak az én gyökereim. És az nekem a fontos, tudod? Én nem arra gondolok, hogy jobb lett volna Magyarországon, jobb, hogy itt. Nem, biztos nem. Itt mi persze nem magyarok vagyunk, mi burgenlandi, magyar nyelvű ajkolyabb vagyunk. De mi ápoljuk az anyanyelvünket, mert a magyar az anyanyelvünk volt, és marad is.